Lássatok, lássatok valóságos csodát, kedves jó híveim! A mi kis falunkban néha évek is eltelnek keresztelő nélkül. Ma pedig íme kettő is egyszerre. Na azért nem egész egyszerre, tiszteletes uram! Előbb a mi kicsikénket, aztán azt a kis vakarcsot. Ó, nem addig van, mert a kis fiúcska született meg elő. No, ha így van, akkor úgy is lesz a sorrend. Hozzák a kisfiút, utána meg aztán keresztvíz alá jut a kicsi leány is. Hát akkor hozzák a kisfiút. Nagyon jól mulatnak. Élvezik a népek. Feleszik mindenünk, fene a belüket. Igaz, nézni se jó, ahogy tömi magát a sok éhen kórász. Mindjárt megpukkadok mérgemben, úgy érzem. Ha, már most nem érgelődj. Amit erre szántunk, úgyis az ebeké. Nem csak ez keserít, hanem az a sorrend, hogy a mi kicsikénk elé keresztelték azt a rongyos kölyket. Azon se keserek. Gondolj arra, hogy itt mekkora mulatság kerekedik. Elmegy hét faluba majd a híre. Azokat nem. Adja, mit adhatna az a rongyos az ő koma asszonyának? Koma asszony az ám, az is éppen olyan rongyos. Kettő kód is, egy pár. Gondoltam valamit. No, elfutok. Kilesem, ugyan mit csinálnak ott a rozog a kunyóban étel-ital nélkül? Már az jó lesz, néném, már aztán nevetünk, baj múlik a mérgem. Megyek. Te meg addig vigyázz, csak az fogjon. Amit erre szánt. Eredj csak! Eredj! Most figyelj, kis társam, tündér tanítványom. Mindjárt gyakorolhatod magadat a tudományodban. Látod? Ide a kunyhó felé settenkedik az idősebbi özvegy. Mit kellene tennem? Csak maradj észrevétlen továbbra is, és segíts a picike varázslásaimban. No, kedves komám asszony, ide hallom, milyen vigalom, mekkora eszeviszom van most a két zsugori testvérnél. Illendő lenne nekünk is kitennünk magunkért. Nézze csak meg, mennyi liszt van a ládában. Ennyi. Egy gyűszűnyi, ha megvan. Annyi, amennyi. Gyúrja meg egy kevés vízzel. Komám asszony, de hát látja mennyi. Egy gyűszűnyi lisztből, meg egy madárcsőrbe való vízből. Ugyan mekkora tészta legyen? Nagyon jól van, az ne bánja. Most szakassza három felé. Ezt az egyben is icipicit. Tegye csak, amit mondok. Jígni, hadd pihenjen, hadd keljen. Addig meg rakjon tüzet a kemencébe. Igazi tüzet. E véget a csipetke véget. Hát tüzet is miből raknék? Itt van egy szál szalma. Elég lesz ez. Na, tessék, legyen úgy. Kinyitom a kemencét, bedobom a szalmát. Teremtőm, hogy van ez? Ez az egy szál szalma, hogy felizzott? Na, most vesse be a három pici cipót. Úgy, jó is lesz talán. Uram, atyám, mi ez? Három hatalmas, friss, meleg kenyér sült ebből a... Hogyan lehetséges? Most lássuk a ládát. Lássuk, mi tehetnénk a kenyerünk mellé? A ládát? Nem olyan üres a gonoszok szíve, mint ez a láda. No, csak nézze, azért valamit hát halál. Hát, ha kívánja, megnézhetem. Mária segély, mi ez? Honnan? Hogyan? Kolbász, hurka, sódar, pecsenye... Hát ez meg miként lett? Egyet se gondoljunk most azzal, hogy miként. Már csak a hordót kell megnézni. Amott tartunk mi a hordóban. Ki tudja hány esztendő óta? Tudja, a mosáshoz jó. Lágyít a hamu. Forgassa csak el a csapját. Na de ilyet. Hisz ez valóságos csoda? Nem csoda, ha eszünk, míg éhesek vagyunk. Igyék is, ha szomjas,
Úgy, úgy. A húsokat nem kell csontig rágni. Nyisd ki az ablakot. Jusson a kutyáknak is valami falat. Jól van, haigál csak. Már a gazdag nővér kötényébe kapkodja. Van itt elég. Jut is, marad is, ne féljen. No, igyék is. És most figyeljen. Mondok én magának, hallja komám asszony valamit, hogy ez a mi Jánoskánk, ha egyszer felnövekszik, feleségül fogja venni azt a kedves kis Ilonkát, a gazdag szomszédlányt. Mit nem jövendől? Ezt hallanod kell, húgom. Elfutott már haza, mintha a parázson szaladna. Ezt az egyet azért magának se hiszem. Olyan gazdag leányt soha se adna az a két zsugori asszony egy ilyen szegény legénynek. Sok minden megesik pedig a világban, hanem a világról jut eszembe, nekem menni kell utamra, így is késtem sokat. Már elmenne, itt hagy. Van dolgom másutt is, marad itt, lássa csak étel, ital bőven. Most csak szoptassa meg a kicsi babáját, azután pihenjen. Már mennem kell. Köszönöm a jóságát. Nagyon hiányzik majd. De azért megértem. Gyere, tanítványom! Lépjünk tovább!